Korszerűsödnek a tatabányai hőközpontok. A tatabányai távhőszolgáltató 53 hőközpontban végzi el a fűtési keringető szivattyú korszerűsítését 66 darab frekvenciaváltó felszerelésével. Ez az érintett házakban komfortosabb fűtést, a hőközpontokban pedig akár 20% villamos energia megtakarítást eredményezhet. Ennek a fejlesztésnek az a lényege, hogy a szivattyúk állandó fordulatszám helyett változtatható fordulatszámon működnek, az éppen aktuális hőigénynek megfelelően, ugyanis a hőigényt a fűtésnél egyrészt a víz hőfokával, másrészt a beadott víz mennyiségével lehet szabályozni, a beadott víz mennyiségét pedig ugye a fordulatszámmal tudjuk beállítani, és ez az igényekhez rugalmasan alkalmazható, ami így egyrészt a lakosságnál rugalmasabb és komfortosabb felhasználást tesz lehetővé, másrészt viszont az igényeknek megfelelően az energiát is megfelelő mértékig tudjuk spórolni. Tatabányán az elmúlt években mintegy 3000 lakásban építettek ki szabályozható és mérhető távfűtést, szabályozható radiátorszelepek, költségosztók, illetve egyedi hőmennyiségmérők beszerelésével. A számítások szerint ezekkel az eszközökkel egy átlag lakás esetén évi 40-50 ezer forint takarítható meg. A lakásokon belüli korszerűsítéssel a lakók radiátoronként tudják szabályozni a fűtőtestekbe jutó víz mennyiségét, ezért mindig csak akkora teljesítménnyel járhatnak a szivattyúk, mint amekkora az adott ház fűtési igénye. A frekvenciaváltó a szivattyút meghajtó motor által felvett áram frekvenciáját módosítja, ezzel fordulatszámát szabályozza. A fogyasztók felé a legnagyobb gyakorlati haszna az, hogy amikor szabályozza a lakó a fűtéskorszerűsítéskor felszerelt termosztatikus szelepet, nem lesz akkora vízigénye az egész épületnek. Tehát ha sokan szabályoznak, vagy beköszönt a jó idő, azt is jelentheti, hogy ezek a termosztatikus szelepek, az ablakon besüt a nap, fölmegy a lakás hőmérséklete, kisebb lesz a hőigény az egész lakásnak, és a termosztatikus szelep, mint tömbműködő egység, szépen elzárogat, szép lassan kizár, magyarul nem sok víz vagy kevés víz megy át a fűtési rendszeren. Viszont ha kevés a vízigénye az egész rendszernek, akkor nekünk sem kell akkora vízmennyiséget bepumpálni fölöslegesen a rendszerbe, mert ha meg lesz folytva a rendszer, és itt a névleges fordulatszámon fog üzemelni ez a motor, az energiapazarlás, energiapocsékolás. A teljes Tatabányán zöldül a fűtés projekt keretében vezetékek szigetelésére és cseréjére is sor kerül majd.